Beálltál? Minden oké? Okay? Persze, én már beálltam. Beálltál. Sziasztok! Ez itt a 888 legújabb sörtesztje. Mai videónkban megnézzük a legnagyobb hazai kisüzemi sörfőzde, a pécsi sörfőzde legújabb termékét, a Pécsi Apát. A pécsi sörfőzde korábban az Otto Kringel tulajdonában volt, de nemrég magyar kézbe került át, és elárasztották prémium sörökkel a magyar piacot. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a legújabb termékük, a Pécsi Apa. Szerkesztőségünk nemrégiben kapott egy tálca Pécsi Apát. De mi is az az Apa? Az Apa az American Pale Ale rövidítése. Ez egy a 80-as évek óta létező sörtípus, ami tulajdonképpen az IPA-nak a felturbózott változata. Az Apa az IPA-hoz hasonlóan egy könnyed nyári sör, ami citrusos, gyümölcsös ízvilággal rendelkezik. Azonban az Apa az IPA-tól eltérően keserűbb, kiemeli a sörnek a keserűségét és a komló ízét. Ez a sör hétféle komlóval készült, nyílt kádas erjesztéssel, akárcsak a pécsi többi terméke. De most már annyit beszéltünk róla, hogy én nagyon megszomjasszam, úgyhogy megkóstoljuk. Figyelj nagyon, Betty, hogy hogy kell sört tölteni. Bizony, Betty. Megkaptad a kommentelőktől is a múltkor. Na, hát hölgyeim és uraim, ez az új Pécsi Apa. Elég szép habja van. Színe is szép. Illatra is, milyen intenzitása van. Nagyon-nagyon gyümölcsös. Nem tudom. Béla, te mit gondolsz? Megnézzük. Valóban nagyon intenzív az illata, tényleg kijön a gyümölcsösség, viszont az jól látszik a színén szerintem, hogyha egy IPA-t töltöttünk volna, az sokkal világosabb színű lenne, mert hogyha megnézed, azért ez egy lágerre hasonlít ránézésre. Valóban kicsit, igen, kicsit születlen jellegű a történet. Igen, tehát kicsit azért látszik, hogy nem egy sima pilzeni sört fogunk inni, de azért nem olyan, mint egy IPA. Jól látszik, hogy kiemelték ezt a részét. Megint is megakadt a nyelvem. De ő ment össze-vissza szavakat keményen. Igazából abba fogom ott hagyni, hogy... Be vagyok basszva. Igen. Nagyon megéreztem, bazd meg, már 2 deci sör bennem van. Na jó van. Ízvilágra viszont azt kell, hogy mondjam, hogy átjön teljesen a citrusos ízvilág, de nem annyira apás nekem. Én a múlt héten elég sok ipát is apát betoltam magamba, és nem ez jött ki. De mit gondolsz erről, Béla? Hát egyet kell, hogy értsek veled abban az értelemben, hogy ez nem egy erős karakterű apa, ugye inkább ivós sör, de úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Azt a célközönséget próbálták meg meghódítani ezzel, vagy megszólítani, akik eddig csak a bolti világos söröket ismerték. Így pedig nem olyan nagy az ugrás. Igen, ez az új hullámos történet, ez általában a sörfesztiválokon szokott trendi lenni, ugye ott lehet ilyen sokat inni, ipát, apát, de hát hogyha bemegyünk a boltba és veszünk egy új hullámos sört, akár apát, akár ipát, az 500-600 forint minimum, és hogyha ennek jó lesz az árazása, akkor az elég jó dolog lesz, hogy az átlagember is meg fogja tudni kóstolni az apát. Szerintem egy nagyon jó irány egyébként. Én arra számítok, hogy a többi pécsihez hasonlóan ilyen 200-300 forint körüli áron fogják majd adni, ami egy nagyon jó irány arra, hogy a sokkal szélesebb közönséghez eljussanak a apa-ipa sörök is. Szóval, kedves pécsi sörfőzde, jó az irány, csak így tovább. Köszönjük, és egészségetekre nektek is. Tartsatok velünk legközelebb is.